Nagymaroson 10. éve rendezik meg a V4 fesztivál és színházi találkozót. Most adunk nektek egy kis ízelítőt abból, hogy milyen is itt a hangulat. Ezt követően a fesztivál igazgatót kérdezzük a programokról. Nagyon jól érzem magam itt a fesztiválon, sok mindent kipróbáltam már. Őket most itt csak délutánra hoztuk, mi a Halott Pénz koncertre jövünk, és holnap pedig a Bagosira. Ilyenkor egy-egy fesztivál alkalmával hogyan lehet ennyi nemzetiségű színtársulatot összehozni, és mi alapján állítottak össze egy programsorozatot, egy repertoárt? Ja, a legfontosabb az a V4, tehát a visegrádi négyek, így lengyel, cseh, szlovák és magyar előadókat próbálunk meghívni, és nem csak próbálunk, hanem hívunk is meg, és jönnek el hozzánk, mind zenei, mind színházi, mind utcaszínházi fronton. Az idei év azért is különleges, mert nem csak mi ünnepeljük a 10. évfordulónkat, hanem a Nemzetközi Színházi Olimpia is, amely most idén Magyarország a szervezője ennek, és mi is a helyszíneként tudunk szolgálni. Ennek eredményeképpen az eddigieknél sokkal komolyabb színházi és utcaszínházi előadásokat tudtunk meghívni. Aki esetleg ma mégsem tudott ide ellátogatni, azt holnap milyen programok várják? Itt lesz a Bagos Brothers Company, Dániel Figergő, Blaha Luzián, hogy egy-két nevet kiemeljek a zenei programból, de vagy 15 zenei fellépők lesz, vagy 20 a holnapi napon, illetve Szlovákiából érkezik hozzánk a Kassai Nemzeti Színház, és lesz egy fantasztikus utcaszínházi előadás este 11-kor, ezzel zárjuk egyébként a színházi előadások sorát itt az utcaszínházi térben, ez pedig Ukrajnából, Lvivből jön hozzánk a Vroskasénya Színház, régi barátaink, és nagyon-nagyon-nagyon felemelő érzés, hogy a háborús helyzet ellenére el tudnak hozzánk jönni. A V4 fesztiválon a különböző képzőművészeti alkotások és alkotó folyamatok is helyet kapnak. Sziasztok, ti éppen mit csináltok? Egy falfestésre kaptunk lehetőséget. Én itt a képzőről vagyok, a többiek pedig a Moméről, a társaságom, és ezt a falat készítjük el itt a V4 keretein belül, ami itt is fog maradni szerencsére. Ez az 5 alak, ami itt látható mögöttünk, pedig az 5 művészeti egyetemet reprezentálja, és szívünket, lelkünket beleadjuk, hogy egy színes megjelenése legyen itt az arculatnak. Vannak-e már olyan fix programok, amik jövőre biztosan megvalósulnak, vagy esetleg csak tervek, hogy miket szeretnétek jövőre? Én az egyik nagy tervem, vagy fő tervem a jövőre tekintetében az, hogy az öt művészeti egyetemi projektet felkarolva ki tudjuk szélesíteni, V4-esíteni. Tudjuk erről, mert tárgyaltunk egyébként, itt volt egy konferencia a szomszédos színház igazgatókkal, hogy hogyan tudnak belecsatlakozni és segíteni, úgyhogy ezzel fogunk elkezdeni dolgozni a következő, hogy az öt mű és V4-es legyen a számok mozásában. Akkor ezt is nagyon várjuk, köszönöm szépen az interjút. Köszönöm szépen, várunk mindenkit szeretettel.